Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondott című műsorunkat látják 2021. október 14-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Családi nap. Horgászattal kapcsolatos aktualitások. Október 8-án került megrendezésre a Fiszorgó elnevezésű családi ovi sportnap a Városi Sportcentrumban, amely Mezőtúrváros önkormányzatának nyertes pályázatának keretében valósulhatott meg. Október 8-án került megrendezésre a Fincorgó című sportrendezvény. Mit tudhatunk erről az eseményről? Erről az eseményről azt kell tudni, hogy egy nagyon jó pályázatnak a részeként fogjuk most ezt megvalósítani, ezt a sportnapot. Mégben ez Mezőtúr önkormányzata pályázott humánkapacitása bővítése címmel egy pályázat keretében valósulhat meg, amelynek a pályázatnak a kifutási határideje ez az év december 31-e, és mi nagyon vártuk azt a lehetőséget, hogy megrendezésre kerülhessen ez a sportnap, hiszen ennek nagyon szép hagyományai vannak már, hiszen az utolsó ilyen sportnap 2019-ben valósult meg. Sajnos utána a Covid miatt nem tudtuk megrendezni, de nem adtuk fel a reményt, és így az elkövetkezendőben itt a mai napon pontosan erről lesz szó, hogy a gyermekek és a szülők együtt tudjanak egy kicsit sportolni, az óvoda pedagógusok, a Daduska nénik és a pedagógiai asszisztenseknek az irányításával. Tehát erről fog szólni a mai nap. Hanyadik alkalommal került megrendezésre ez az esemény? Hát tulajdonképpen ennek már hosszú története van. Most ebben a pályázatban most a második alkalom lesz majd az, amelyikben részesül, de egyébként szeretnénk a továbbiakban is ezt a nagyon nívós és nagyon jó hagyományokra épülő sportnapot a továbbiakban is megrendezni. Hogyan zajlottak a készületek? Kik segítettek a szervezésben? Tulajdonképpen először is nagyon szépen meg szeretném köszönni Mezőtúrváros önkormányzatának azt a lehetőséget, hogy a pályázatba szerepelhetünk. Köszönöm szépen még annak idején Kontér Bélánénak és az akkori óvodapedagógus kollégáimnak azt, hogy egyáltalán a pályázatnak ezt a részét megírták, hiszen ezzel is megteremtették a lehetőséget arra, hogy most ez a sportesemény megrendezésre kerülhessen. Köszönöm szépen Lévai Lilának és azoknak a fiatal pályázatíróknak a segítségét, akik az önkormányzatban segítették a munkánkat. Mindig bonyolult egy pályázatnak a megvalósítása, de ő nagyon kedves volt és rengeteget segített nekünk. Persze természetesen, ami az első és a legfontosabb az, hogy Herceg Zsolt polgármester úrnak szeretnénk majd megköszönni ezt a fajta lehetőséget, hogy mi meg ezzel élhettünk. Itt pedig az óvodában minden óvodapedagógus és minden Daduska néni pedagógiai asszisztens szívügyének tekinti ezt, hogy ez úgy kerüljön megrendezésre, hogy a legnagyobb sikert hozza. És az elkövetkezendőben itt a nagycsoportos gyermekek a szüleikkel fognak részt venni, és tulajdonképpen ők lesznek azok, akik ennek az sikernek a részesei lehetnek, illetve élvezői lehetnek. Milyen programokkal készültek a mai nap? Tulajdonképpen ez egy sportverseny, ami a legszebb benne az, hogy a családok együtt versenyeznek. Ebben a Covid miatt egy kicsit elszigetelődött világban, ami most például a családokkal is történt, hogy nem tudtak nyitni akár az intézmények felé sem, akár a szűk családi körön belül is. Ez most pontosan egy picit ezeket a határokat már most ugye, még most élhetünk azzal, hogy kibontakozhassunk egy kicsit mi is a gyermekek részére adhassuk ezt a fajta élményt, úgyhogy a szüleik is itt lehessenek velünk, és együtt tudjunk játszani, együtt tudjunk sportolni. Ez nagyon-nagyon fontos lélekben is. Mi is óvodapedagógusok, az óvoda dolgozói azt szeretjük, ha ott vannak a gyerekek körülöttünk. Nagyon nehéz volt megélni azt, hogy a zárások alkalmával nem voltak ott. Most borzasztóan jó az, hogy ott vannak a gyerekeink, és együtt lehetünk velük, és tudjuk a kapcsolatot tartani velük. Nekik is nagyon-nagyon nagy szükség volt rá, de nekünk pedagógusoknak is nagy szükség van rá.
Mögöttünk látható pár darab ajándékcsomag, illetve pár ajándék. Mit tudhatunk ezekről? Hát tulajdonképpen ez mindegyik olyan, amely a pályázat részeként szerepel, hiszen itt nagyon jó volt ennek a pályázatnak az összetétele, hiszen akár egy kis ellátást is adhat a gyermekek részére, illetve a játékokkal is kedveskedünk nekik. Tehát így a nagycsoportosok nem fognak üres kézzel hazamenni, ami azt jelenti, hogy minden olyan játék, amit a részükre megvásároltunk, azok most az ő részükre elérhetőek lesznek. A másik pedig ott hátul van egy terített asztal. A terített asztal pedig azért van, hiszen a vendégeket illik megvendégelni. Itt vendégek most a gyerekek is, és a szüleik is, és ezért készítettünk a részükre egy kis meglepetést. Aztán természetesen még nálunk nem csak a központi óvodában van egy ilyenfajta lehetőség rá, hanem nagyon szurkolunk annak, hogy továbbra is maradhasson a nyílt óvoda, és a majd a nyár folyamán, vagy a tavasz folyamán még más tagintézményekben is szeretnénk olyan eseményeket rendezni, olyan kis sport rendezvényeket is megtartani, amelyekben az ottaniak tudnának szerepelni. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy van egy olyan pályázat, ami még most még elfogadás előtt áll, ami a néphagyományokra, a népművészetre, a népszokásokra van ráírva. Ez egy nagyon szép pályázat, amelyben kimondottan a mezőtúri hagyományokra épül, és mi gyerekekkel fogunk majd ezek következendőben ebbe részesedni. Lenni. Alakító is, és hát tulajdonképpen az elkövetkezendőben reméljük, hogy majd a győztesei is leszünk ennek. Ez kimondottan a tagintézmények részére lesz, és akkor innentől kezdve reméljük, hogy amennyiben ez a fajta rendezvény is majd az elkövetkezendőben realizálódik, akkor újra meg tudjuk kapni majd ezt a jó kis sportcsarnokot, vagy kint a füves pályát, és akkor tudunk ott lenni majd. De természetesen továbbiakban is lesz például Szászló Szép Óvodában ott van az apák napja, ami egy nagyon jól sikerült rendezvény, és már hosszú évek óta tartjuk, de más óvodákban is van olyan fajta együttlét, amelyet mi is nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha most már egy kicsit kilábalóban ebből a covidos betegségből, akkor utána meg tudjuk tartani. Nekünk az az első és legfontosabb, hogy úgy tudjunk a gyerekekhez hozzászólni, hogy a szüleiket is be tudjuk vonni ezekbe az eseményekbe, és így mindenki magáénak érzi. Milyen gondolatokat tudna hozzáfűzni ehhez? Hát én úgy gondolom, hogy nem sok mindent kell hozzáfűznöm, hiszen hogyha itt a kedves nézők látják, hogy mi van mögöttem, akkor ez mindent elmond. De azért szavakba öntve is azért annyit szeretnék kiemelni, hogy egyrészt nagyon örülök annak, hogy a pandémiát követően két év szünet után ez a hagyomány ismét folytatódik, hiszen már számtalanszor lehettem ezen a Fincorgó elnevezésű megmozduláson. Itt lehettem és köszönthettem a jelenlévőket, és hát mindig megható volt látni azt, hogy a gyermekek a szülőkkel együtt mozognak, gondolkodnak, versenyeznek, és hát nyilvánvaló mi a legfontosabb, a család, hogy legyünk együtt a családtagjainkkal, ez egy olyan remek alkalom, ami lehetővé teszi ezt a szülők számára, hogy a gyermekeikkel, a többi szülővel, tehát az óvoda közössége, tágabb értelemben vett közössége, hiszen az óvodapedagógusokon és a gyereken kívül most a szülők is jelen lehetnek, és tényleg egy szép napon lehetnek itt jelen a Városi Oktatási Centrumban. Amit nagyon fontosnak tartok kiemelni az, hogy köszönet és hála a pedagógusoknak ezért, hogy ismét megszervezték, és hát az önkormányzatunknak is sikerült valamennyit hozzátenni ehhez, hiszen az egyik EFO projektünkből 1,5 millió forintot tudtunk erre a programra adni. Ez több mindenre ment, hogy itt majd lesz egy kis megvendégelés a gyermekeknek és a szülőknek és a pedagógusoknak is, és itt ugye játékok is láthatók, amelyet szintén a projektből szereztünk be, és ez természetesen majd az óvodába kerül, és a gyerekek tudják használni, úgyhogy több oldalról hasznos ez a forrás. De én úgy gondolom, hogy mindennél többet jelent az, hogy most ez a közösség a mai napig együtt van, és szép perceket, szép órákat töltenek el együtt, úgyhogy ilyenből kellene minél több. Nagyon örülök, és megható. Számomra
számíthatunk a jövőben ilyenféle eseményekre? Feltétlenül arra törekszünk, hogy a fizikális építkezés mellett a helyi társadalmat is segítsük, támogassuk. Azokat az értékes kezdeményezéseket, amelyek hasonlóak, mint ezek, ahol hogy a társadalmi összefogásról beszélünk, a társadalom összekovácsolásáról, az továbbra is célunk lesz, és a top pluszos projektek terén is lesznek ilyen lehetőségeink, és természetesen, hogyha más irányból, más pályázati lehetőségekből lesznek ilyenek, akkor ezeket nyilvánvalóan meg fogjuk ragadni. Igyekszünk majd lehetőleg minél nagyobb mértékben kihasználni, úgyhogy természetesen azon is vagyunk, hogy ne csak az épületeinket újítsuk föl, utakat építsünk, ezek is természetesen nagyon fontosak. Nyilvánvalóan, amit a társadalomra fordítunk ilyen projektek által, volt az elmúlt években jó néhány ilyen, ugye ezek is nagyon fontosak, és a továbbiakban is fontosnak tartjuk, úgyhogy természetesen ezekre is a jövőben fogunk fókuszálni. Veres Imre, a Pinki Holgászbolt tulajdonosa és versenyszervezője adott tájékoztatást a közeljövőben megrendezésre kerülendő horgászversenyekről, a Mezőtúr környékén található vizek állapotáról, valamint a további horgászattal kapcsolatos aktualitásokról. A közeljövőben milyen horgászversenyekre lehet számítani? Ugye a Pinki Horgászbolt szervezésében idén még nem volt verseny, de most lesz ugye a Berettyón egy féderbotos, ami egyéni verseny lesz, október 17-én, 9-től 15 óráig, ez egy 6 óraosszás féderbotos verseny, féder és pikkerbottal lehet versenyezni a versenyen, mindenféle hal beleszámít a versenybe. Úgy néz ki, hogy ezt a versenyt nem is nagyon kellett meghirdetnünk, mert a verseny már betelt. 27 versenyző fog versenyezni, és az úgy néz ki, hogy a lábtól, vagyis a Rózsadombtól a Vashídig lesz a versenypálya. Ez egy vasárnapi nap, és hát szinte egész vasárnap pecázunk. És akkor hagyományosan ugye a Pinki Horgászbolt minden évben szervez pergető versenyt. Ez a Hortobágy-Berettyón lesz október 24-én, vasárnap, 8 órától 2 óráig tart a verseny, 14 óráig. Ezt már ugye sok-sok év alatt tudják a horgászok, hogy egymásnak mérik a halat a pecások. Ez a lábtól, úgy mondom, a Rózsadombtól a Álomzugig, az mi itt Közép-Tiszának hívjuk, addig tart a versenypálya, mind a két oldalon lehet a Berettyón horgászni, mindenki oda megy pecázni, ahova akar, ugye lehet váltogatni a helyeket. Ez egy pergető verseny, Csuka, Süllő, Balin ér a versenyen, és a Szürke Harcsa. Itt ugye méretkorlátozás nincs, ha valaki fog egy 15 centis vagy 20 centis, itt mindent le kell mérni, és akkor azt beírni a nevezőlapra, és a végén majd ugye összeadjuk a centiket. Annyit még a pergető versenyről, hogy ugye a dropshot módszer azt kizártuk, és a legyező módszert is. És akkor simán csak pergetés van, nem nincs külön másfajta módszer megadva, itt pergetni kell. És parti pergető, nem lehet vízbe menni, nem lehet csónakba szállni. Ez ilyen parti pergető verseny. A féder és pikkerbotos versenyen október 17-én, ez ugye vasárnap lesz, én végigmentem a pályán, és azt tapasztaltam, hogy egy kicsit koszosak a helyek. Van ott horgászszemét is, meg sajnos olyan is, amit úgy vittek ki zsákba a valaki. Úgyhogy a 17-i versenyen ott szemétszedés is lesz. Ott én úgy néztem a partot, hogy egy olyan utánfutónyi szemét fog összejönni. Úgyhogy azt a partszakaszt a lábtól a Vashídig, azt a horgászok, akik indulnak a versenyen, azt ki fogják tisztítani. Úgyhogy reméljük utána ez úgy is marad majd, hogy nem fogják ott eldobálni a szemetet, meg kihordani. Sajnos vannak ilyen emberek, akik szemetelnek. Meddig lehet jelentkezni ezekre a versenyekre? A pergető versenyre előjelentkezni nem kell. Az kell, hogy mindenkinek legyen a Berettyóra
területi jegye. És akkor a helyszínen 20. október 24-én 7:30-kor van a nevezés. És akkor 8 órától pedig verseny, délután 2-ig. Mit tudnál elmondani a mezőtúri vizek állapotáról? Ugye a Berettyó kezd kiürülni, mármint a Lucóürömtől is a Békalencsétől, úgyhogy horgászható szinte a Berettyó egész szakasza. Ahol horgászhely van, ott szinte már most mindenhol le lehet ülni és horgászni rajta. Már most teljesen kitisztult. Ugye a Hínára nem volt a Holtágon eddig, de viszont a Berettyón volt, de már most az is szépen letisztul. A Körös eddig is tiszta volt, ott is lehet pecázni. Ugye nagyon-nagyon sokan busáznak a Körösön, sajnos elszaporodott, és azt ugye korlátlanul vihetik a horgászok, nagyon-nagyon sokan busáznak, és szinte azt lehet mondani, hogy mázsa számra fogják. Ugye beköszöntött az ősz, hát még azért előfordul, hogy melegebb napok vannak és hűvösebbek, de várhatóan a tél is hűvösebb lesz. A horgászat szempontjából ez mit jelent, mire számítotok? Hát ezt úgy kell nézni, hogy én például tavaly karácsonyig pontyoztam a Peresen, és még karácsony napján is fogtam pontyot. Úgyhogy már most azt lehet mondani, hogy a horgászat ilyen egész éves sport, mert még a folyó nem fagy be, addig a folyón is lehet pergetni, vagy keszegezni éppen, mert az télen is eszik. Úgyhogy amíg nincsenek befagyva a vizek, addig lehet fogni mindenféle halat. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó a horgászoknak. Hogyan értékelnéd az évet a horgászás, a horgászat szempontjából? Hát szerintem pozitív évet zárt zártak a horgászok. Nagyon-nagyon sok halat lehetett fogni. Minden vízbe szinte nagyon sok hal van. Ha valaki pontyozni akart, vagy apró halat fogni, szinte a Berettyón is egész évben lehetett pontyokat fogni szép számmal. A holtágokon is jó volt a fogás. Én akármikor kimentem, vagy a baráti társaságból akárki kiment horgászni, az fogott halat. Nem is keveset, volt olyan délután, hogy ilyen 20 pontyot, meg ilyen 20 kiló keszek kárát szoktunk. Természetesen ebből mindent visszadobtunk, mert hát ennyi halat nem lehet hazavinni. De egy ilyen peresi féderezés, egy jó etetéssel nagyon-nagyon sokat lehet fogni. Ugyanazon a Berettyón is, egy jó etetéssel nagyon sok halat lehet fogni a laposon is, és a folyásba is a meder részen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!